A cégén Dárnyádi Kölcsei Kende kastélyban jártunk. Az épület a Holtobágyi Nemzeti Park igazgatóságának kezelésében áll. 1833-ban épült fel a központi része, majd évről évre folyamatosan építettek hozzá. 2016-ban volt lehetőség az igazgatóságunknak arra, hogy felújítja ezt a műemlékvédelem alatt álló épületet. Gyakorlatilag a műemlékvédelmi hivatal munkatársainak a felügyeletével az 1900-es évek elejé állapotokat állítottuk vissza. A pályázat egy Észak-Alföldi regionális operatív program keretében jött létre. Gyakorlatilag 560 millió forint értékben újult meg ez a csodálatos épület, ami nem csak szép, nagyon érdekes történelmi és egyéb hagyományai is vannak. Az épületben 4 állandó tárlat várja a látogatókat. Elsőként a családtörténeti kiállítást mutatják be nekik. Az volt a kiállítással a célunk, hogy az ide érkezők megismerjék a Kölcsei Kende család viszonyát, kapcsolati rendszerét, azt, hogy hogyan is fejlődött egymás mellett a két család, hogyan tértek el politikai, történelmi vonatkozásokban egymástól, hogyan segítették egymás munkáját. Egy családfa segítségével mutatjuk be gyakorlatilag az 1200-as évektől Kölcse Ispántól indulva a két családnak a családfáját, és ezáltal könnyebben megérthető, hogy milyen kapcsolatrendszerben voltak egymással. Természetesen itt más bemutatási egységek is vannak, például egy gazdag lelet együttest mutatunk be, minden a Szatmári térségből került elő. A szalomba vagyunk, ez a bemutató hely arra szolgál, hogy az ideérkezők megismerjék, lássák azt, hogy egy nemesi körülmények között élő ember milyen használati tárgyakkal, milyen eszközökkel volt körülvéve, a mindennapjait hol élte. Ezen kívül van egy makett a szoba közepén, ez a makett hivatott arra, hogy bemutassuk gyakorlatilag az épület különböző fázisait, építési fázisait az 1833-as évektől egészen az 1920-25-ben történt utolsó átalakításig. A gasztronómiai szobában a paraszti és a nemesi konyha kultúra eszközei és használati tárgyai kaptak helyet. A cél hosszú távon az lenne, hogy egy kicsit visszább nyúljunk az időbe, és nem a Szatmárban jól megismert kötött tésztaleves és töltött káposzta bemutatásával foglalkozunk, hanem egy kicsivel visszább az 1800-as évek második felének konyha kultúráját mutassuk be. Ugye egy ártériségságon vagyunk, és itt gyakoriak voltak az olyan alapanyagok a konyhakultúrában, mint például a kagyló, a csiga, rák, hal. Ezek azt gondolom, hogy elég egzotikusnak tűnnek a mai ember számára, mivel ez itt adottság volt, ezt használták, és nagyon jó dolog az, hogy vannak olyan szakácskönyvek, amik még bemutatják, hogy hogyan készítették el ezeket az ételeket. Természetrajzi szobában vagyunk. Ez a bemutató egység talán a legnagyobb, nyilván szakmai szempontból hozzánk a legközelebb álló. A természetrajzi bemutató gyakorlatilag a megye, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye védett természeti értékeit mutatja be, olyan bontásban, hogy élőhelyenként dolgoztuk fel a legfontosabb és a legértékesebb élőhelyeket, fajokat. Erdők, vizek, gyepek, emberi környezetben élő fajokat mutatjuk be ezzel a kiállítással. Cégindányádi Park természetvédelmi területen vagyunk, itt található ez a csodálatos épület, és egy 14,2 hektáros park, természetvédelmi oltalom alatt áll, országos védett terület. A megyében található 11 természetvédelmi terület közül talán egy kicsit kilóg a sorból, mivel emberi hatásra jött létre. Ez egy angol park, egy angol tájképi park, amely arról híres, arról nevezetes, hogy különböző távoli földrészekről hoztak ide különböző cserjéket, fafajokat,
Az építető Kende Zsigmond 1833-ban elkezdte ezt a gyönyörű kertet létrehozni. Mögöttünk látható platán talán az egyik legérdekesebb, illetve a legnagyobb fája ennek a parknak. Amit még érdemes tudni, hogy nagyjából 150 fa és cserje faj található. Itt a 14 hektáron is folyamatosan bővítjük, gazdagítjuk ennek a csodálatos növénygyűjteménynek az anyagát. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni! Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára. Kövesd Facebook és Instagram oldalunkat!